Egy méltatója szerint ő találkozott a legtöbb emberrel Magyarországon. Eladott könyveinek a száma meghaladja 15 milliót, ami statisztikailag ugye azt jelenti, hogy minden magyar állampolgárra másfél darab Moldova könyv jut. Ez egészen elképesztő. Történeteit mindenki ismeri, gyakran idézzük, poénjai már-már klasszikussá nem esettek. Egykori tanítója, egyetemi tanára Hegedűs Géza úgy jellemezte őt, hogy ő Tarzan és Maupassant keveréke. Egy biztos, a magyar irodalom legeredetibb, mindenképpen összetéveszthetetlen ikonja, Moldova György, ő van itt. Köszönöm, hogy eljött. Jó, jó estét kívánok. Este van most? Vagy? Este is megy, és jó, délelőtt jó, is. Legyen jó. Most jelent meg a közelmúltban egy könyv, a Tűzoltókat. Néztem most meg közelről, mi hajtotta, hogy 76 évesen beöltözzön, kimenjen terepre, és megnézze, hogy hogy néz ki a magyar tűzoltóság. Szóval kis tévétet lehetek őszinte. Egész nyugodtan, csak biztatni tudom. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a Kádár könyv megírásával, ami ugye 56 októberének a 50. évfordulóján, tehát 4 évvel ezelőtt jelent meg Kádár János élete, az a tulajdonképpen én, amit igazán fontosnak véltem megírni, megírtam. Az még bennem volt. Nehéz lett volna a föld alatt arra gondolni, hogy én nem írtam meg a Kádár Jánosnak az életét. Tehát nyugodtan, ezen túl vagyok. Utána persze az ember nem hal meg, nem vagyok beteg. De olyan igazán nagy témák nem maradtak bennem. Mit csináljak? Hát mondtam, abba hagyom az írás. Hát, ez megfordult a fejében, hogy többet nem ír könyvet? Igen. Mondtam is otthon, aztán kérdezte a kisebbik lányom, hogy és a reggeli tévé híradót, az esti tévé híradót, mit fog csinálni? Hát olvasok meg, de hát, azt ajánlják a magazinok, ezek a okos újságok, hogy kell gondoskodni öregkori hobbiról. Az lehet bridge, kertészkedés, úszás, mit tudom én, ami eltölti majd a öregkor napjait, amikor már a főfoglalatosságra való alkalmasság ugye már nincs. Én ezt elfelejtettem. Nincs egyáltalán semmilyen hobbi az íráson kívül? Semmi nem tudja úgy szórakoztatni, lekötni, mint az írás? Az alvás. Na mostan. És... hát úgy gondoltam, hogy csinálom azt, ami azt hiszem, hogy egész biztosan és könnyen tudok csinálni a riportot. Na, 3 év telt el, bő 3 év, 4 a Kádár könyv megjelenése óta, azóta megjelent 3 könyv. Egy évet nem voltam Baranyában, az Ormánságban, amiről írtam egy-két kötetes riportkötetet. Aztán szóltak Miskolcról, hogy szeretnék, ha a városról írnak egy könyvet. Nyilván az vezérelte őket a felkérésbe, hogy volt Európa Kulturális Fővárosa pályázat, amit elvitt előlük Pécs. Ha Pécs Európa Kulturális Fővárosa, akkor nekik legalább egy Moldova könyvük legyen a városról, gondolhatak. Hát én nem beszéltek a nevükbe természetesen. Akkor leköltöztem Miskolcra, adtak egy lakást, persze csak a riport idejére, ott a színház mellett laktam a Széchenyi utcában. Ott voltam egy évet, nagy balhéval eljöttem, megjelent, utána mi van még? Semmi. És akkor eszembe jutott nagyon sok évvel ezelőtt, de 13-14 évet gondoljunk, egyszer engem fölhívott egy tűzoltóparancsnok. Akkor még létezett a BM Top, a belügyminisztérium tűzoltó országos parancsnokság. De most nincsen országos parancsnokság. Belügyminisztérium se volt akkor, mikor ezt elkezdtem, hanem mindenféle volt közigazgatás is, stb. Varga volt az MSZP és a ilyen ügyekkel foglalkozó miniszter. Varga Zoltán. Lehet. Tehát akkor 10 évvel ezelőtt gondolj, akkor nem. De most Varga Zoltán volt. Akkor Varga Zoltán. Biztos jobban tudja, mint én. Találkoztam vele, de nem vettem észre, hogy ott van. Szóval... nem haragból, csak nem kellett nagyobb feltűnést vennem. Na mostan, akkor visszatérve, hogy néhány évvel, hát 11 évvel ezelőtt, fölhívott engem egy
öreg tűzoltó, Jókai Oszkárnak hívják, él szerencsére ma is, és azt mondja, írjak egy könyvet a tűzoltókról. Miért? Hát mert ugye így meg úgy, hősi szakma, kétségtelen így van. Mert más dolgom van, regényt írtam, mit tudom én, ne haragudjon, mondom, Jókai úr. Ez anyagi dolog, stb. Megfizetik minden. Nem. Elfelejtettem. És mi győzte meg? Mikor változott meg a meggyőződés? Egyszerűen utáltam, megjelent a Miskolc könyv, túlestem a balhé, mert hatalmas kavar volt. Bár egyetlen egy tévedésre tudtak hogy előhozni, hogy valamit pontatlanul vagy helytelenül írtam le. Az is bizonyítja, hogy megbukott a teljes vezetésük Kálli Sándor úrral, a Miskolc polgármesterével az élén, a többi is elment, nagyon derék emberek voltak körülmekölte. És akkor mondom, nézegetem a fiókomba, hogy mi van. Névjegyek, fölírás, jegyzetek, nem, ne képzeljem valami csodálatos raktárt, de van benne. De azért ő mindent jegyzetel, ugye? De ez nem, a jegyzetelés az nem olyan érdem, mint a Móri Zsigmond, hogy elment, és akkor két paraszt ember beszélget a kocsomra fölírta, hanem fölírtam egy telefonszámot, vagy egy rövid... Egy történeteket szokott? Tehát előrelátó volt ilyen tekinted, nem, vagy ez még jó lehet valahol? Nem. Mit írtam volna fel? Hát végül ennyi volt az egész, hogy fölhívott, hogy írjak egy könyvet, a tűzoltók is azt mondom, nem írok. Hát ez kevés jegyzetelni valóan. De mondom, ez végül is egy érdekes dolog. Dolgom amúgy sincs. Nézzük meg. Elő a telefonkönyvet, a budapestit. Óbeti országos tűzoltó parancsnoksága nincs. Fölhívott a tudakodót, a országos nincs. Nem budapesti, nincs. Fővárosi, az van. FTP, Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság, Dologház utca, Kun utca. A baleseti kórháznál, a Kerepesi temetőnél, ott van helyileg. Fölhívom a központjukat, és mondom, hogy a keresztnevére emlékeztem a Jókai Oszkárnak. Mondom, elnézést kérlek, tudom, nagyon hülye hangzik, de van önöknél egy Oszkár, vagy volt önöknél egy Oszkár keresztnevű vezető, beosztású ember? Hogyne, most is van. Mondom, beszélhetnék vele? Hát igen. Hát kiderült, hogy Oszkár csak nem Jókai. A Civa Oszkárnak hívták, egy ezredes. A parancsnoknak a helyettese. És akkor mondom, nézze, én szeretnék úgy körülnézni. Tűzoltó életformában, a működésükben, lehetőségeikben, persze budapesti, mert FTP, fővárosi tűzoltó parancsnokság. Hát azt mondja, ezt meg kell beszélni a Bende úrral, Bende vezérő nagy, az a egésznek a parancsnoka. A FTP-nek parancsnoka, nem ismertem őt névről természetesen. Azt mondja, hát én szólok a tábornok úrnak, volt mit tudom én csütörtök, mikor ez a beszélgetés lezajlott, és hát akkor majd egy-két hét múlva visszahívjuk, megbeszéljük. Ráér. Másnap reggel, hétfőn vár a Bente tábornok. Bemegyek, nagyon kedves ember, egy a MÁV tervezői intézetnél végzett mérnök ember, úgy került ide, egy olyan 7-8 éve már ő a parancsnok. Korlátozták bármibe is, hogy adtak irányelveket? Rögtön akarok rátérni, és akkor mondtam, hogy tulajdonképpen én írnék egy könyvet, egyetlen egy kikötésem van, nem kérek pénzt. Javaslat se. Mint hogy nem kaptam pénzt a mit tudom én, a ormánsági, a Baranya megyében levő terület sorsáról írott könyvemése, nem, javaslat se, csúnya hangzik, de tényleg minden sétő szándék nélkül mondom, hát kódussal a mizsnát, hát tudom, hogy hogy állnak, hát milyen nyomorban vannak. Hát mondom, egyetlen egy dolog van, hogy egyetlen kérdésemre se lehet azt mondani, hogy nem. Ezt teljesítették? Igen. Bárhova mehetett, ahova akart, mindenbe segítették, mindent megnézhetett. Egyetlen eszem fordult elő, egy tűzmegelőzési csoport, annak se a főember egy millet, egy százados,
Kértem a tavalyi, már a 2009-es kimutatást a tevékenységükről, és nem adta oda. Mondom, nem eligazította önt a... Mert benne megmondta a tábornok, hogy mindenkinek a rendelkezésemre kell állni, oda meg ahol akarok. Az, amikor tetszik, vagy itt az igazolvány a zsebemben, most is. Ahogy ő nem adja. Hát most akkor választhattam, hogy fölállok és elmegyek, és azt mondom neki, hogy hadd ne kelljen mondanom, gyerekek is nézik a műsort. Vagy pedig ugye lenyelem. És lenyelte? Le. Ez azért mondjuk 20 évvel ezelőtt elő nem fordulhatott volna. Tavaly? Mi mindent tudhatnak meg nagyon röviden az emberek, ha elolvassák ezt a könyvet a tűzoltókról? Mi olyan meglepő, mondjuk úgy adalékkal tud szolgálni, amit az emberek nem gondolnának hát a mostani viszonyokról? Hát a dolog szent. Szóval vannak ugye rendvédelmi szervek, rendőrök, börtönőrök, mit tudom, stb. A Hatala főkapitány úr az azt mondta, hogy a rendőrökhöz általános iskolai 2,4-es tanulmányi átlaggal vesznek föl ugye jelölteket, és nincsenek. Itt van 15-szörös túljelentkezés van, és volt olyan mondjuk a közép-budai tűzőrségnél, ahol a B szolgálati csoport átadta reggel 3-7-kor, nem fél hétre 3-7-kor a szolgálatot a C szolgálati csoportnak. A B szolgálati csoport parancsnokának volt 3 diplomája, a C-ben 2, de azért, mert a nyelvvizsgája hiányzott. Szóval hihetetlenül, mi hozza őket ide? Imádják a szakmát. Imádják. Szóval azok az emberek, akik tényleg szenvedélyből csinálják. Ezek ebben a dologban egyetlen egy olyan nem volt, az egyenruha. Szóval, ahogy mondom, tehát szegények, kitolnak velük, a technika minden alatti, már a technikai adottságok. Mi tartja őket magukat? Gorombák. Akkor ez volt az OKF, Országos Katasztrófaelhárítási Főfelügyelet, egy szörnyű szervezet, amelyik felügyeleti jogokat bírt fölöttük, leváltották a főnöküket, a tatár altábornagyot, Bakondi úr van a helyén, és hát valami hihetetlen stílusban kezelte le, és bánt a tűzoltókkal, megalázóan, hátat fordított a parancsnoknak. Na mindegy, nem akarom őt. Most nem van, tehát az ember nem bántja. Akit könnyű bántani, azt nem szabad. Na mostan, és mondom, mi tartja magukat itt? Hát azt mondja, az egyenruha. Hát az egyenruha persze a tüzet is jelent, a tűzoltást. És ez valami, nem láttam egyetlen egy alkalmat, egy parancsot, eltűnődtek volna egy parancson. Nem úgy megtagadtak, eltűnődtek volna. Nem láttam olyat, hogy visszapofáztak volna. Nem láttam ott, hogy egy deci sört megittak volna. Semmit. Soha. Egy év alatt egyszer se. Senki. Hát mondjuk engem se kínáltak meg, mikor a bende meg akart, hogy mondjam, prezentálni, akkor ilyen fél almát hozatott be, és abban volt valami szirup. Az volt a delikát, ez. Mondom, nem is, mondjuk, ettem én már nagy kínálásokat végig sok helyen. Mondom, hát gondolom, biztos ez saját termés, ez az alma. Nem, azt mondja, a szomszédasszony vett, mit tudom mennyit, 70 forinté kilóját, és átvettem tőle. Szóval... Hát szóval itt is vannak érdekességek azért a tűzoltóknál. És hát aztán saját mondjuk... külön világ, és... Ez egy olyan világ, amelyikbe... Hát egymással vannak utalva. Szóval két rendőr, el tudom képzelni, egyik elszaladott, hagyja másikat. Tűzoltóknál ez elképzelhetetlen. Ugorva egy nagyot az időbe. Így, ugorjunk. Azt lehet tudni, hogy Kőbányán született. Ott igen. Nőtt föl, és azt is elmondta gyakran, hogy meglehetősen nagy szegénységbe. Ezt hogy kell elképzelni? Hányan laktak például a lakásban? Hát maga, azt hiszem, még meg se született, mikor azt a lakótelepet, a Kőbánya alsónál volt egy lakótelep, eredetileg hadifogói kórháznak épült az első világháborúban. Ott született az én anyám. Én is ugyanabban a szobában születtem. Anyám ez a 12-es, ugyanakkor született, mint a Kádár, szóval, és Örgény Pista író. Szóval egy szobás lakás volt, laktunk benne,
okoktól, kapcsolatoktól, rokonoktól, akik épp följöttek Pestre változóan, 6-tól 12-ig siktolva, szóval a földön, hihetetlen szegénységbe. A dolog nem volt szükségszerű. Nem volt szükségszerű? Nem volt szükségszerű, hogy ilyen szegények legyünk, ha nem lett volna a nagyapám, ugye, olyan, mint én, az kommunista. De hát az volt. Egy erdélyi kofának, Margitai erdélyi kofának volt a törvénytelen gyereke, lakatosnak tanult, ezt a három ujját levitt a gép. Hát ugye a szakmár alkalmatlaná tette, följött Pestre, itt először kocsis lett, ilyen parádés kocsis, aztán sofőr lett, és ilyen pirosposgás, kopaszra nyírt hajú, hosszú, lompos bőrkabátot viselő öregember volt. Én embert nem szerettem úgy, mint őt. Ő hozzáragaszkodott a legjobban? Igen. Meg a testvéremhez később, de hát az egy későbbi dolog. Jobban, mint az apámhoz, az anyámhoz, ha ilyen tekintetben érdekli. Na most hát a totyó, mert hát román volt a lelke, félig legalább. Hát ki tudja, ki állt a... Na mindegy, nem menjünk bele ilyen nemi apróságokba. Szóval őt öreg Sztálinnak hívták a sofőrök. És többet volt Fekete István a kommunista kijelentései, imádott politikai vicceket mesél, és rögtön kirúgták a dolgot a Martánál, Szürke taxinál, Kék taxinál, ilyen maszek taxivállalatok voltak akkoriban, és hát ugye, ha ő egy normális ember, hát jó sofőr volt, és nem volt részeges, szóval nem voltak ilyen szenvedélyei, akkor valószínűleg több pénzt tudott volna hazaadni. De hát ha, ami pénz volt, az se arra ment el, hogy mit tudom én, hogy színház, vagy stb. Népszava. Én a Népszavát tanultam megolvasni. Hány éves korában tanult meg? 3. 3 éves korában tudott olvasni? Igen. Ami csak így látszatlan csodálatos, egyszerű oka van. A bátyám 3 évvel idősebb, mint én, vagy volt szegény, nyugodjék békébe, és ahogy ő megtanulta 3 évvel följebb járván iskolába a betűket, én is tanultam vele. Így. Na most ki volt a pénzkereső a családban? Tessék? Ki volt a pénzkereső a családban? Pénzkereső a nagyanyám. A nagyanyám, aki egy csodálatos lány volt, lány, galgamásai parasztlány volt, és hát értett az angyalcsináláshoz, értett a szülészethez, tudott fényképezni, könyves munkát végezni, szóval hihetetlenül tehetséges, hihetetlen sok oldalú lény volt, anyai nagyanyám. És ő volt a családtartó oszlopa, azt ki lehet jelenteni? Igen. Mert ott jó, az a nagyapám, hát kirúgták, akkor... Ő egy kicsit bohém figura volt, nem? A bohém azért nem stimmel, mert társulnak hozzá van dolgok, mint hogy ital, meg nők, rossz lányok, stb. Erről nem volt szó. Hát ha valaki rossz szenvedélyére nevezik azt, hogy kommunista, akkor igen. De hát én magam részéről ezt nem osztom. Hát nem is tehetném. Hát. Az önilletrajzi könyvében meglehetősen hangsúlyos és fontos szerepet kap a II. Világháború és a zsidó üldözés. Igen. Ezt igen. Egyáltalán ettől meg lehet szabadulni, ettől az élményanyagtól? Nem lehet megszabadulni. Én ebből komoly ügyet nem csináltam. Én el akartam menni, leírtam önéletrajzomba, én ki akartam menni Izraelbe 48-ba, 14 éves voltam, akkor anyám nem engedett, anyám egyébként Németországban volt, koncentrációs tábor, onnan jött haza, hát lehet, hogy a képzelem mit jelentett a gyereknek egy olyan dolog, hogy visszakapja az anyját, és akkor én úgy nem, szóval... Na mostan egy olyan országban élünk, ahol mit beszéljünk mellé? Itt beszélnek 10 000 vagy 100 000 antiszemitáról milliók. Úgy érzi, hogy milliók igen. Van fenntartás a zsidókkal kapcsolatban? Gyűlölet? Persze. Most már ha ma ide jöttem, akkor már őszinte leszek. Na mostan én megmondom, mostan ez akkor volna különös, ha én azt mondom, hogy engem ilyen-olyan csapás, sértés, nem. Én leírtam, 12.600 körül ilyen vallották magad az utolsó népszámláláson zsidónak, én ezek közé tartom,
és ha megint lesz népszerű, megint annak fogom vallani, ma az vagyok, magyar is vagyok, egyiktől se foszhatnak meg, se a főrabbi, se a miniszterelnök, hogy nevet nem mondjak. Na mostan, de hát az, hogy mi van ebben a világban, hogy a cigányokkal, a zsidókkal, a más, hát most a homoszexuálisok, sorolhatnám a más kisebbségeket, azt én látom, hát én emberek között vagyok. Kimegyek, beszélünk róla, soha, csak a legtisztább, legszebb szavakat kapom. Mondjuk én most múlt héten voltunk, vagy két hete Debrecenben, a Mihály Navi Bucsún, a kiadom kipakolt könyveket, hát rengeteget elvittek ebből a tűzoltókönyvből, és aki jött oda, az abszolút kedves volt, csak a legszebb szavakat mondják. Ön például akkor a második világháború alatt, mikor iskolába járt, érzett mondjuk az iskolatársai körében? Második világháború alatt? Igen. Nem fogott szabad iskolába, hát kivágtak úgy, mint a macskát szarni, mint őt szokták mondani. Hát sárga csillaga, hogy járt volna iskolába? Önt az utcán például ilyen formán izultálták? Hát próbáltak, csak jól futottam. És hát nem voltam olyan vézna gyerek soha. Én a külvárosban nevelkedtem, én a fizikai összecsapásokat sosem értem ki. Ez néhány héttel ezelőtti érvénnyel elmondhatom. Hogy néhány héttel ezelőtti? Hát akkor is futballhém van. Nem mondja komolyan. Nem komolyan. Verekedett? Olyasmi, igen. Ha nem akarja, nem mondja el. De... Nem olyan súlyos, szóval. Nem... Meglegyintett valakit. Na, keményebb, Budapali, nem magam, de ilyen szemüvegem volt. Aztán akkor megpróbálok óvatosan kérdezni. Nem, szóval valahogy félrelökött, és nem járt jól vele. És akkor kint megvárt, ez egy patikába történt, verekedni, és akkor kint megvárt, hogy fizessek 14 ezer forintot neki, mert a szemüvegem, öcsi, 5 ezer forintot. És nagyon is a pénzednél van. És akkor... Aztán elment, hát ha tovább erőtetem, akkor nagyon megverem. Szóval mondjuk én rendszeresen tornázom, súlyzózom, szóval 77. évemhez közeledek, azt hiszem, hogy kicsit jobban tartom magam, mint amit a korom indokolná. Na mostan... Egyébként az, hogy milyen körülmények között nőtt fel, ez a fajta meglehetősen szörnyű élményanyag belejátszott abba, ahogy ön írja az ön életrajzi könyvében, hogy egy gátlásos, félszeg kamasz fiú vált önből? Hát feltehetőleg. Hát, hogyha amellett még azt is elmagyarázták, hogy a még az nagy fejem van aránytalú, hát tényleg, hát na tudom, ha van tükör, akkor látom. Akkor nem is voltak társaim, szóval egy... Magányos gyerek volt? Igen. Hát az leszámítva volt... testvéremet. Ez önnek volt köszönhető? Ön volt mondjuk úgy egy picit elutasító, vagy a többiek voltak hát kevésbé barátkozó? Ez nagyon-nagyon marxi mélységekbe vezet. Ez kialakult egy proletár telepen, nekik se volt jó. Szóval nem akarom mondani, hogy csomó gyerek között nőttem föl, akinek mindenük megvolt, meg jó ment a dolguk, meg olyan harmonikus családi életet éltek, nem ők is szarul éltek. Hát mi volt az apja, egy segédmunkás, vagy egy kocsis, vagy hasonló? Hát nem mondhatom azt, hogy a burzsóázia ugye szembeszállt velem, és mellőzött, és ignorált, de hát nem. Szóval... Hát is pláne utána jött a gettó, 44-ben, hát ugye ez, ahol vitték el a szomszéd házakat, és lőtték bele a embereket, hozzám hasonló gyerekeket. Önnek ma 77 éves felegyel, mi a megoldó képlet arra nézést, hogy miért úszta meg? Szerencséje volt? Én most itt két magyarázat van, hát egyrészt, hogy szerencsém volt, ez a kézenfekvő, a másik az, hogy van egy olyan érzésem, hogy küldetéstudatom van. Ez mióta van? Negyed óra. De most komolyan. Nem hülyeskedek. Szóval az ember belegondol, hogy ugye akkor volt elég sok zsidó gyerek Kőbányán. Volt a Seres doktornak a fia. Egy szép fiú volt, egy elegáns. Akkor volt a Jellinek fuvarozónak a gyerekei. Egy csomó zsidó volt. Külön nagy templom, a Cserkesz utcában volt a templom, most valami népjóléti vacakot, ilyen szállást rendeztek be, de lehet látni az alsópályaudvartól a tornyot. Szóval, hogy ezek mind különb esélyekkel indultak az életbe, mint én.
jobb családi körülmények, jobb anyagi körülmények, és még sorolhatnám, erősebbek voltak fizikailag, tanultabbak, nyelveket tanultak már, mit tudom mikor, 5 éves korukban. Én meg ugye ott voltam egy nadrággal egy évig. Nem volt nekem 2 nadrágom. Télen is rövid nadrágban, szandál, stb. Ennyire tellett. Szóval, hogy miért maradtam én életbe? Mikor ugye az arányok, az esélyek, azok messze az ő javukra mutattak. És mit gondol, mi a missziója, vagy mi gondolat küldetése? Azért, mert nem tudom, miért gondolja Isten, hát majd nem tudom, ez fog szerepelni a magunk sorában. Micsoda? Isten, szóval meghívják el, de gondolom, hát legalább egy meg ki volt küldenek neki. Szóval ő el fogja mondani, ha sor kerül erre a beszélgetésre Istennel, hogy miért én nem gondolt. Miért nem X-re, vagy Y-ra, vagy bárki másra, hogy ezt a szörnyűséget, ami megtörtént, 600 ezer ember halála, Magyarországon 600 ezer zsidó halála, szóval azért ezt nem lehet, ha én meghalok, akkor nem tudom, mi lesz, hogy elmúlik-e. Túlvilágban nem hisz? Nem, hát mint mindenki, hogy néha igen, néha nem, hát azért, mint az Istennel vagyunk, hát úgy, hogy van. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzi, hogy vallásos? Tehát van valami fajta kapocs? Néha szeretnék többet tudni a vallásról, néha nem érdekel. Olyan istenhit, olyan fajta lelki közelítés soha nem alakult ki az életében? Már mi ez? Istenhez és a valláshoz. Nem az egyházról beszélek, Istenhez. A vallás és az istenhit az 2 dolog. Az olyan, mint a pártag meg a kommunista. Szóval a pártag bárki lehet kommunista, csak az, aki hisz benne. Szóval valójában ez van a... Nem. Nem. Szóval nem lehet fenyegetni Istennel, de számolok vele a döntéseimnél. Számol? Ezt hogy érti? Úgy értem, hogy nem teszek olyat, amiről tudom, hogy az ő általam képzelt, általam felállított törvényeit sérti. Én nagyon hülyeség ilyet mondani, én jó ember vagyok. A szónak milyen értelmében? A szónak van értelmében, hogy segítek, hogy nem magamra gondolok elsőbb soha. Tényleg nem. Szóval mindig... Empatikus, szolidáris ember? Vagy annál több? Kiválasztanak. Szóval ha valahova bekerülök, akár egy foci csapatba, akár egy környezetbe, ott én leszek az első. Nem azért, mert az első akarok lenni. A katonasságtól kezdve, bárhol foci csapatba, mindenben. Utána azért, mert elvállalom, tudják, hogy én elvállalom. Szóval én nem mondom azt, ha valamit csinálni kell, hogy hát gyerekek, most mennyi van, dolgom van, kell mennem ide, meg oda, meg amoda, hanem megpróbálom megcsinálni. Most mondja meg, miért kellett nekem elmenni a tűzoltókhoz? Vagy miért kellett elmenni nekem a legsötétebb sarkába az országnak, a ormánságba, vagy az őrségbe? Vagy... Amikor ilyen sorsokkal és élethelyzetekkel találkozik, vagy korábban mondjuk a riporteri pályafutása alatt, akkor nagyon maga alá gyűri az ottani látnivaló? Tehát ezt megszenvedi napokig akár? Nem. Van olyan érzékeny lelke? Nem, nincs érzékeny lelkem. Tudja függetleníteni magát? Ilyen formán? Hát voltak éppen nekem dolgomban, én profi vagyok. Szóval a szó olyan értelmében, hogy én riporter vagyok, nekem az a dolgom, hogy megmutassak valamit, amit láttam. Lehetőleg olyan formában, hogy ugyanazt a látványt keltsem a olvasóban, nézőben, stb. Attól függ, milyen műfajról van szó, amit én láttam. Nekem továbbítanom kell a dolgot. Szóval ha ez nincs, akkor miért tartanak el? Hát engem eltartanak. Olyan értelemben én nem vagyok ügyes, sőt, hajjaj, mennyire nem vagyok ügyes már manuálisan. Én nem tudok asztalt készíteni, nem tudok biciklizni, nem tudok írógépelni, nem tudok táncolni, stb. Még sorolhatnám, de elgondolom, zárosan micsor idő, tehát nem érnék a végére. Egyetlen dolgot tudok jelentést adni, mondjuk most maradjunk a riportnál, az ország sorsáról, az emberek helyzetéről, a nép állapotáról. Könnyen nyit meg embereket? Igen. Ez született adottság, vagy egész egyszerűen tudatosan? Szóval ha megállok valahol, ott engem megszólítanak.
bárhova, mondjuk Miskolcra elmegy az ormánságba, szinte kéretlenül odajönnek és mondják a bajaikat. Igen, kell, no, keresem is az alkalmat, de esetleg nagyon nagy rész százalékában odajönnek, és valahol a dolog egyszerű, tudnélik már a magyarázata, az embereket nem hallgatja meg senki. Ha magának valami baja van, az a maga baja, este telesírja a párnáját, ez el van intézve, ha van párnája. Ön kíváncsi az emberekre? Tessék? Kíváncsi az emberekre? Együtt érzek velük. Ha olyan értelemben gondolja, hogy na most ezt a sorsot meg kell ismernem, az ritka. Hát mondjuk például a tűzoltókönyvben van egy, most már 8-ban van, a 10. kerületi tűzőrségen volt egy rendes szabályos vonulós tűzoltó, tűzhez vonult ki, és orvos volt, szemelvejszem végzett, plusz mentőorvos volt, plusz elvégezte az IB-be, a IB Miklós főiskolát elvégezte. Ez mondjuk halálosan érdekelt, hogy ez hogy van. És meg is kerestem, benne is van a könyvben részletesen, közben az volt a fő vágya, hogy előre lépjen a tűzoltói rangsorba, és lépett, szóval nem az, hogy főorvos legyen, ez volt a vágya. Ez a poli például határozottan érdekelt. De általában mondjuk, ha kimegyek Pesterzsébetre, akkor nem csak most valakit keresek, vagy mondjuk ezzel kéne beszélnem, ez nincs. Szívesen beszélek mindenkivel. Szóval aki velem nem jön ki, aki velem nem tud beszélgetni, az inkább talán az ő hibája. Ezt komolyan mondja? Tehát nem egy konfliktogén alkat a mindennapi életben, ön úgy gondolja? Hát, ha nem bántanak, akkor nem. De fölkapom a viccet hamar. Lobbanékony? Hát tegnap fölhív egy nő a üzenet rögzítőn, hogy hát maga a üzenetrögzítőn csak jelez, hogy keresett. Tehát fölhív a rendesnek, a otthon voltam este, hogy maga az író, hát azt mondják, hát most, hát én vagyok az író, hát nem, hát ilyet az ember nem mond magáról, mert szégyeli, hát ez maga, írónak lenni nagy rang, akár még a rossz írónak lenni is. Azt mondja, mi az, hogy azt mondják? Hát tudnélik, mondom, hát ugye kimeri azt magáról mondani, hogy maga az író, vagy nem az író. Hát mondjuk, hát nézd, azt mondom, ha hosszú beszélgetést akar folytatni, hívjon föl mást. Legyen szíves. És letettem a kajdlót. És leültem, olvastam, az új Zinger könyvet olvastam, és 5 perc van szó a telefon, fölveszem, ugyanaz a női hang, maga bunkó, mondja, és leteszi. Hát most aztán mondom, lehet. Ennyi. Ezek nem bántják önt különösebben, ugye? Nem csak egy ilyen eset, hát úgy általában, tehát túl tud lépni könnyen. De, túl tud lépni, de bántanak. Könnyen megsértődik egyébként? Attól függ, mit érzek mögötte. Szóval a nyomorultakkal szemben nincs módon megsértődni. Szóval egy bizonyos fizetési összegen alul mindenkinek igaza van. Akkor is, ha nincs. Mondjuk egy, aki 60-70 ezer forintot keres egy hónap, annak igaza van. Annak igaza van. Annak igaza van. És bocsánatot tud könnyen kérni? Hát a 3 éves gyerektől is. Igen? Ha belátom, hogy hülye voltam, ami előfordult. Ami előfordult, tehát az nem olyan gyakori? Nem olyan ritka. Nem is olyan ritka. Nem gyakori, hát mert jól nétnék, hát 77-ig milyen hülye volnék, hogy állandóan 3 éves gyerekeket, vagy 60 éves öregeket sért. Nem, már nem, bántani nem akarok senkit. Van olyan ember, vagy volt olyan ember az életében, aki konkrétan úgy gondolja, hogy nagyon tudott önre hatni, tehát az érveivel meg tudott puhítani, akár egy sziklaszilárdnak gondolt álláspontját is? Hogy megváltoztat? Igen. Olyan nincs megváltoztatni, nem. Az, hogy valamit elmagyarázni, olyan volt. Nem is egy. De olyan nem fordulhatott elő, hogy mondjuk homlok egyenes, más lesz, hogy az álláspontja valamitől, és meggyőzték. Hogy az, hogy én mondjuk kitérjek a zsidó vallásból. Nem ilyenre gondoltam, apró dolgokra is akár. Vagy az, hogy másfajta módon öltözködjek. Akár például. Én nem. Például a zakót vagy öltönyt nem lehetne őre erőltetni? Hát van egy öltöny van 12 éve. Még a régi luxus volt a Vörösmarty téren, bezárt, átalakított, az van. Most azt hiszem megkapom decemberben a Prima Primissimát.
Ezt én biztosra veszi, szóba akartam benne, hozni. Benne az újságban. Szóval, hát az újság nem hazudik, hát az hát ki merné azt mondani. Nem, hát ez tényleg, hát a tény. A prima primissima, nem a primissimát, azt majd ott döntik. Jó, bocsánat, el. Hogy a három között van, a három között vagyok, mindegy, nem csinál a propagandát a konkurenciának. Szóval az, na mondjuk az, hogy megerősített abba, hogy magasabb szintre emelte a meggyőzésemet, az mondjuk hát mindenkit a Kádár János. Szóval én nekem ő a... Sokszor gondolok arra, hogy mit tenne a helyembe, hogy mi az, ami átsugárzik a jelenembe. Olyan... Aztán, ahogy öregszik az ember, az őre leszek annyi idős, mint amikor meghalt az öreg. Hát ismertem persze. Na mostan az olyan dolgok jönnek elő, életkorunk egyre közelebbivé válásával, mert hát mondjuk csak a megélt éveket számolva Kádárnál. Hát ő is 77 éves korában volt, meg mint én leszek jövőre. És ahogy leírja, vagy elmondta valakinek, már nem is tudom, hogy a reggeli ébredés. Én 5:30 fönn vagyok. Olyan korán kell? 5:30. Hogy néz ki egy napja, jut eszembe, csak így nagyon röviden. 5:30 fönn vagyok. Utána akkor mit csinál? Ír? Utána eltűnöm azon, hogy hát most nem kéne még aludni 1,5 órát, és rájöttem, hogy nem. Tudnék, az agyam ahogy a ébredés pillanatában beindult. Most ha fekve maradok, akkor jönnek a rossz gondolatok. Milyen rossz gondolatai vannak? Hát ugye az, hogy mit tudom én, valami baj történhet a családban, baj történt az országban, szóval... Nyugtalan ember a szónak abban az értelmében, hogy azért sokat vívódik, sokat gondolkodik, és gyötri magát bizonyos problémákon? Eléggé magányos típus vagyok, tehát van időm, helyem, hogy ilyen legyek. Most utána sokkal jobban járok, tudom, és olyan nincs, hogy nem meg kell tornázni. Szóval minden nap tornázik. Mit csinál konkrétan? Hát valahol én edző voltam, foci edző, és akkor én kidolgoztam egy gimnasztikai gyakorlatsort bemelegítésre a gyerekeknek, ami a felső nyakcsigolyáktól a bokáig végig dolgozta az összes ízületeiket. Na most én ezt kibővítettem, és megnövezettem 45 percre. És ezt végigcsinálom. Minden nap? Minden nap. Bekapcsolom a tévét, teljesen mindegy, mi megy, ne legyen csönd, alul van egy pinceszerű alkohol, és akkor ott végigcsinálom. Tehát fölkelek, befejezem fürdő, megreggelizem, elolvasom az újságot, és van 7 óra felé leülök írni. Meddig ír? Hány óráig? Hát attól függ. Hát most nem, most éppen egy munka előtt vagyok, szóval valószínűleg, hogy sor kerül rá, de amikor mondjuk a tűzoltókönyvet írtam, vagy kis propagandát csinálok a könyvnek, szóval akkor leültem mondjuk a fényóckon már skriboltam, és akkor a délbe szólt a feleségem, otthon volt, hogy gyere, ebédelj. És vagy ha nem volt otthon, akkor magamtól, ha eszembe jutott. És akkor délután még egy kicsit mellóztam, és akkor olyan 6 óra kijött naponta. Grafomán a szónak abban az értelmében? Igen? Ahogyne. Hát például kézzel írok mindig. Mai napig nem tanultam meg a használatát írógépnek? Nem. Nem nehezíti meg ez az alkotói folyamatot? Édesom, 55-ben jelent meg az első írásom, hogy csak belejöttem már valahogy. Nem lenne könnyebb? Nem gondolt rá soha? Hát próbálja meg. Nem tudom. Én nekem van ebben valami misztika is. Rám még a leírt betű formája is hat. Gondolatébresztő? Gondolatébresztő, fasszináló, szóval ilyen ünnepélyessé tevő, vagy lehangoló, épp ellentétesen. Ilyen van. Szóval
Akkor pontosan, én egy füzetbe írok. Mindig kockás füzetbe? Régen nem, soha se kockásban. Nem, mindig vonalasban. Vonalas füzetbe? Vonalasban, persze. Kiszedem a kapcsot, ami a dolgozott füzetet összetartja, ezt meg azt, és akkor nem szakad el, amikor kiemelem. Igen. És akkor ennek az a egy gyakorlati előnye, okvetlenül meg van, le van több is, hogy egy ilyen teleírt füzetlap, az egy fleck, az egy gépelt oldal, az... Ez egy milliószor. Ma már szinte hiba nélkül írt, tehát nem az a típus, aki visszamegy, átsatíroz. Hát eltartok egy gyápiszt, hát rengeteg. Igen? Hát hogyne. Az igaz például, hogy a főiskola alatt, ugye a Színház és Filmművészeti Főiskolára járt a dramaturg szakra, gyakorlatilag egy mondaton képes volt grammatikailag, stilisztikailag annyit agyalni, és ezerféle variációt heteket kitalálni, hogy füzeteket írt el egy mondattal. Igen, volt ilyen. Volt ilyen, de hát azt hiszem Camus-nél is van egy ilyen figura. Aki azt hiszem, hogy kilovagolt a Bois de Boulogne-ba valami ilyen mondat van Camus-nél. És ő is ennek megpróbálta számtalan variációját? Ja, igen, a hőse. Nem a Camus maga, a hőse. Ezt azért csináltam, mert tudatos volt ilyen formán, vagy egész egyszerűen odajukadunk ki, hogy imádja az írást? Én nem vagyok tehetséges. Nem tehetséges? Nem. Szóval tehetséges ember, mint én, a gimnázium osztályban volt 5. Meg vagyok döbbenve. Ne döbbenjen meg, ez az igazság. Színesebben tudtak beszélni, élénkebb fantáziájuk volt, szabadabb élménymozgásuk, mint nekem. Én be voltam zárva egy igen alapos élménytömbbe, amit át kellett élnem a háború előtt, alatt, után. Na de hát azt mondta Novák tudott, az egy osztálytársam, hogy elment valaki, és akkor egy szénben gyémántot találsz. Hát én, hogy jutott nekem eszembe? Miért lettem én az író akkor, miért nem a Novák? És miért lett? Hát azért, mert én akartam író. Nem is akartam. Akartam írással foglalkozni, mert mind, hogy azért korrigálom az első meghatározásomat, mert én, amikor a színművészeti főiskolára kerültem, én drámatörténész akartam lenni. Hát én nem fogja elhinni, én egy 100 oldalas tanulmányt írtam, a latin vígjáték történet. Én tudok latinul. Igen, azt olvastam az önéletet. Én voltam az egyetlen az iskolában, aki tudott, a Szent László Gimnázium a Kőbányán. Na mostan, aztán hogy kellett, muszáj volt írni, hát leírtam, hát olvastam az önéletet, muszáj volt írni, mert egy tantárgy volt, hogy oktatták a színművészeti főiskola dramaturg főtanszakán azt, hogy kell megírni egy novellát. De abból nem következett az, hogy mindenki meg is tanulta, de hát a Csurka is elég jól megtanulta, főjebb a Galgóczi Erzsi, aki szintén Kossuth Díjas, mit tudom én. Szóval voltaképpen én azt hiszem, hogy az a Shakespeare-i mondat, hogy testünk, lelkünk a kert, akaratunk a kertész. Szóval, hogy egy igen ködepes kertben egy egészen kiváló kertész működik. Hogy ön a szívosságának tudja ezt be? Az akarnokságának, hát, az úrnak abban az értelemben, szóval, hogy monomániásan akarta ezt? És hát mondjuk az előbb említett segély hivatástudat, hogy én, az én életem nem az én életem. Szóval nem áll a saját rendelkezésem alatt. Nekem misszióm, küldetésem van. Ezt mindenki mondja magáról, és senki se kevésbé jogosultam, mint én, mert teljes joggal gondolhatja ő bárki, hogy neki küldetése van. Szóval nekem küldetésem van, nekem ezt a 10 kötet önéletrajzot meg kellett írni, amiben én szerintem egyik leghitelesebb története a utolsó fél évszázad Magyarországának. Ha már ezt említi, ön szerint mondjuk a 20. század magyar irodalmi almanakba ön hova fog bekerülni? Milyen cím szó mellett? Milyen kategóriával? Nem érdekel. Ezt komolyan mondja? A legkomolyabb. Hogy mi marad ön után, ez nem foglalkoztatja? Sem. Majd akinek. Látod Kovács Olga dolgozni? Nem. Szóval Kovács megkalapál egy patkót mondjuk, nehogy azt higgye, olyat megfogja és lerakja, és akkor sorba rakja. Fog, eldobja, bedobja homokba. Hadd hűljön. Majd akinek elviszi. Én is így vagyok vele, megírtam ezt, mondjuk, nehogy azt higgye, hogy én mostan szónokolok, meg járok ide, meg oda, meg amoda. Aki el akarja olvasni, és meg akarja venni, örüljék, ha megvennék, mert egyrészt azért, mert megtiszteltetésnek, de másrészt anyagilag sem mindegy, mit beszéljek mellé. Tényleg, de... egyébként úgy él annyiból, én nem akarok a zsebébe turkálni,
mint mondjuk amennyiből szeretne és tud is jól élni? Van annyi, amennyit szeretne? Nekem nincsenek szenvedélyeim. Nekem sem. Ez a cipő, nem mutassam el, hogy ez a cipő, az egyet, azt addig hordom, míg le nem rohad a lábamról. Már van még egy fekete cipő, ott van, azt majd fölveszem decemberben, amikor megkapom a díjat. Akkor, ott öltönyt akkor vesz, ilyen. Ebbe megy, vagy öltönybe megy? Akkor fölveszi hát ott egy tizen, nem tudom, annyira, hogy ez öltöny muszáj. Ilyen kardigán, mi ez kardigán? Kardigán, ami általában színes csiknégű, van 4 vagy 5. Nem tudom, biztos sokszor látod, tehát volt dolgunk a tévében közösen is, szóval én nekem nincs más. Van egy sötét nadrág hozzá, van egy bőrkabátom, amit kinlógott valahol, ha még megvan, nem tudom, hogy nem lopnak, ugye? Biztosan szóval... nem, erről biztosíthatom. Szóval soha nekem... nem vágyott több pénzed? Nagy nem. Igényei soha nem voltak? Nem, én nem kártyázom, én a szórakozások közül. Én nagyon jól sakkoztam. Én első osztályban sakkozó voltam. Igaz, hogy tudott úgy sakkozni, hogy vakon 6 emberrel szimultán tudott én játszani? Én nagyon jól van barátom, aki 61 néhányan játszott, és világbajnok volt. Egy nagymester volt. Nem hiszem, hogy is egy Flesch János. Nem hallottam. Nagymester volt, Angliában halt meg egy balesetben. Szóval valahol ez is volt. Még sakkozik? Mai én? Napig? Igen. Hát nem jutok hozzá. Nem jutok hozzá. Gondoltuk, megmondom őszintén, nem akarok zsákomacskát árulni, arra gondoltam én, az utolsó pillanatban vontuk vissza ezt az ötletet, hogy kiteszek ide egy sakktáblát, és úgy kezdjük ezt az interjút, én valaha sakkoztam. Hol, aztán... Milyen minősítése volt? Micsoda? Milyen minősítése volt? Ó, ne, jaj, nem ilyen komolyan, nem. Iskola. Vakon tud játszani? Nem, sajnos vakon nem. Játszhatunk. Legközelebb találkozunk, játszunk egyet. Nem. Jó? Akkor leszem, míg ezeket a vakon lesz. Azt akartam még kérdezni, hogy az egészsége hogy van? Mert volt ugye egy infarktusa. Meghalhatok 5 perc múlva, élhetek 5 évet. Ez nem foglalkoztatja? Tehát de hát, hát kit nem foglalkoztat, persze foglalkoztat. De félelemmel nem tölti. Például az infarktus után nem ijedt meg? Nem. Nem. Láttam hír, nem, a következő volt, hogy úgy képzeltem, hogy egy pincér, főpincér, aki mondjuk ne essék gyalázkodás, mondjuk az Isten. Fölírta, hogy volt ennyi meló, Moldova úr. Hát azért ő is úrnak szólít, azért megadja nekem a kóvedet, mint a zsidók mondják. Volt ennyi nő, volt ennyi kaland, volt ennyi munka, volt ez, aláhúzza. Nem tudom olcsóban megszámítani, ez egy infarktus. És láttam a saját sírkövemet, rá volt írva Moldova György, 1934, hát akkor születtem, utána kötőjel, és akkor bevésnek oda egy számot. Vagy mit tudom én, ez volt 10 éve, hát akkor 2000. Ön úgy gondolja, hogy a számla ilyen formán ki van egyenlítve? Tehát nagyjából hiányérzete nincs? Már hogy még járna nekem valami jó, vagy... Nem, ami kimaradt volna, hogy Isten igazából. Mi például? Nem tudom. De milyen jellegű? Bármi, akár szakmailag, akár magánéletileg. Nem. Egy házasságom van. Hány éve élnek együtt? 41 néhány. Ő egészen más típus a felesége? Tehát az hát, olyan lobogó természetének... El tud képzelni, hogy két ilyen mint én vagyok egymás mellett kibírna. Tehát olyan nyugodtabb. Hát ő él. Szóval ő tud élni, hát és egy hihetetlen szerencse, hogy hát van 4 unokám, és hát csodákat tesz értük. Foglaltak a lányai, majd a munkahelyükön, és hát szóval egy csoda az, amit a feleségem értük tesz. Szeret élni? Nem. Mi okoz önnek örömet az életbe? Hát az, hogy tartom magam, és elvégzem azt, amit el kell végeznem. Mit ambicionál még az életbe? Hát a következő munkámat. Hát az tegnap indult el, valószínűleg sikerül. A magyar bor. Tudnék, akkor döbbentem meg, sok évvel ezelőtt, mikor kiderült, hogy bizony kb. Hány embernek van köze a borhoz Magyarországon. A szőlésztől a pincérig, aki kitölti a... Szerintem nagyon soknak. 1 milliónak. 1 millió. Ennyit nem mondtam volna, de sok százezet mondtam volna. És tegnap beszélgettem egy nagy emberrel, most nem vagyok fölhatalmazva, és ha föllennék, azon sem mondanám ki a nevét, mert én nem vagyok propagandista. Fogok írni, hogy mi az, hogy majd,
szétment a magyar bor hírneve, hát vágják ki a tőkéket, és erről nem írnak, illetve írnak, hogy kivágtak ennyi meg ennyi ezer hektárt. Na de hogy néz az ki? Hogy mi változott a falu helyzete, mi változott a gazda helyzete? Én elmegyek, és erre egy évet rászánok. Végezetül nem akarok tippeket adni. Arra nem gondolt, hogy Fidel Castroról írjon egy könyvet? Nekem hát, az jutott na jó, eszembe, hogy... szívesen írni, csak a Fidel Castro, nem hiszem, hogy van rám annyi ideje. Hát a Fidel Castrónak vannak más dolgai, és nem mondom. Az egy igazán nagy betetőzése lenne ennek a karriernek, hát nem? Örülni. Hát igen, jó, na tovább a Nagy Lajos mondja az író a Képtelen természetrajzban, jó, na továbbá egy kis kígyó lila kecske szakállal. Hát persze, hogy... De hát nincs. Hát a Fidel Castro, hát persze, nagyon örülni, hát boldog lennék, hát, ha írhatnék róla, de hát... Hát, ha egyszer összejön. Őszintén drukkolok ehhez is, és sok egészséget, jó egészséget kívánok, és örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.